Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Kisvakon csatornán. Kijöttem a kertbe, gondoltam elmesélek valamit. Én ma este megkezdek egy permetezés kiegészítést, amit innentől fogva használni fogok, úgy a paradicsomnál, mint a paprikánál. Már nagyon sokan használják a teljes permetezést, hát ez fog ma este következni. Be fogom tejjel permetezni a paradicsomokat, de mindemellett a tejbe bele fogok keverni még valamit. Ugyanis eljutottunk arra a szintre, hogy nagyon szépen nőnek a paradicsomok. Hál' Istennek azokat a tetveket, amik rajtuk voltak, elpusztította a paradicsom léjázalék. Csak sajnos az a szomorú tény, hogy bár megdöglöttek a tetvek, látjuk, de nem volt azóta se eső, ami lemosná ezeket a tetemeket, úgyhogy ilyen guztustalanul pöttyös minden levél, tele van döglött tetvekkel. Hát nem egy szép látvány, de hát sajnos ez van. Nem is erről akarok beszélni, hanem arról, hogy látjuk, hogy a paradicsom egyre másra most már hozza a bogyókat, ott arrébb is, és most már megjelentek a harmadik termőemeletek. Mi az, hogy termőemelet? Hát ugye a legelső ilyen kocsány, amin gyümölcs jön, aztán jön a második, és itt már jön a harmadik termőemelet. Erről már beszéltem egy-két videómban, volt, aki rám is kérdezett, hogy mi az, hogy harmadik, meg negyedik emelet termés jön. Hát ez jelenti az, hogy mindig ilyen emeletszerűen érkeznek a paradicsom termések. És látjuk, hogy már a legtöbb paradicsomon a harmadik emelet érkezik, illetve az első emeleten levő bogyók, azok már szép nagyok, tehát már mindenütt ilyen egész nagyocska kis paradicsom bogyók vannak. Na most, amikor a harmadik gyümölcs emelet érkezik, akkor szoktam elkezdeni egy extra táp anyagot bevinni. Ugye mutattam, igazából használok néhány extra tápanyagot. Az egyik ez a levél trágyázás, amit mutattam, ahol ilyen mikro és makroelemeket viszek be. Ez főleg, hogyha ilyen hirtelen időjárás változás van, tehát nagy aszály jön, nagy kánikula, nagy hideg, akkor mindig jön ez a levéltrágya. Hát erről pont a múlt héten tettem fel egy videót, és mellette ugye a paradicsomos, tipikus, meg hát paprikás is mondjuk, tipikus permetezés, a teljes permetezés, amit egy évvel ezelőtt mutattam be, hát azt is szoktam alkalmazni. Most egy ideje nem volt, ennek az az oka, hogy nem volt eső, nem volt értelme, be voltak fújva régebben, és azóta én ezt nem frissítettem be, viszont ma este be fogom frissíteni. Na, de ebbe már keverni fogok be valamit, ugyanis amikor a harmadik termőemelet érkezik a paradicsomon, és nem csak paradicsomon, paprikán is, akkor egyre valószínűbbé válik az, hogy meg fognak jelenni bizonyos hiánytünetek a paradicsomon, hiszen nagyon nagy energiát fektet arra, hogy ezeket a terméseket beérlelje. A hiánytünetek közül én hármat emelnék ki, három nagyon-nagyon gyakorit, amit nehéz felismerni, de hogyha már kitapasztaltuk, akkor már nem is olyan nagyon nehéz. Ugye a három hiánybetegség a következő három lenne. Az egyik az a vas hiánya, a másik az a magnézium hiánya, ez embereknél is nagyon gyakran jelentkezik, főleg tavasszal, és harmadik hiánybetegség az a káliumnak a hiánya, kálium felvételnek a hiánya. Na most mindegyik ellen valamilyen szinten én szoktam védekezni. A kálium hiány ellen úgy szoktam védekezni, hogy trágyázom a földet. Tehát ősszel, mielőtt jön a tél, ugye, jó vastagon betrágyázom a földet, marhatrágyát használok, tele van káliummal, nagyon ritkán szokott kálium hiányos lenni a növényem. Egyébként, ha kálium hiány lenne, az általában úgy jelentkezik, hogy az alsó földhöz közeli levelek felülete, az elkezd sárgulni, de mindig úgy, hogy a csúcs, tehát itt a leghegye a levélnek, illetve körbe a perem, mint hogyha egy képkeret
képkeretet alkotna, így elkezd besárgulni az elején, majd utána elkezd gyakorlatilag barnulni, tehát száradni. Amikor a levélnek a széle ezt produkálja, ez paprikára is igaz, paradicsomra is igaz, tehát körbe a széleken sárgul, majd utána barnul, a közepe viszont az elején egészségesnek tűnik, az jellemzően kálium hiány, és ez mindig általában az alsó öreg leveleken kezd el látszani. Na, nekem ez nagyon ritka a marha trágya miatt. Ha valaki nem trágyáz, akkor ugye van erre az a klasszikus bio megoldás, ugye, hogy valamennyi hamut kiszórunk, belekapáljuk a földbe. Nagyon fontos azonban, ne felejtsük el, hogy bele kell kapálni, mert a marhatrágyát is, meg a hamut is, ugyanis a kálium nem mozog a vízzel, tehát kötődik a talajban. Ha kiszórom ide a felületére, ott marad a felületén, nem megy le a gyökérzónába, tehát bele kell forgatni a földbe. A másik hiánybetegség az a vashiány. Ez is meg szokott jelenni a paradicsomon, ez is általában akkor, mikor már sok termést ér le. Hogy szokott ez kinézni? Hát a vashiány az mindig a csúcson indul be, tehát mindig a felső csúcsi részeken, tehát itt ezeken a felső hajtásokon. Elkezdenek besárgulni az elején, tehát ilyen sárgás színe hagyottak lesznek, de a teljes felületük, maga az erezet is általában. És hogyha tovább előre halad, és nem kap megfelelő vasat, akkor a levél színe egy ilyen nagyon furcsa ezüstös fényű lesz, nagyjából olyan, mint amikor tavasszal napégést kap a levél, nem tudom, haláttunk-e már napégéses levelet, olyan ezüstös, szinte fehér, fehéren fénylő lesz a levél felülete, na, az a vashiány. Tehát sárgával indul, aztán ilyen fehéres, ezüstös lesz a levél felülete, aztán elszárad és game over, a hajtás az meghal. Na most ez sem nagyon jellemző nálam, nagyon-nagyon-nagyon ritkán van vashiányom. Ennek az az oka, hogy nem csak esővízzel locsolok, hát most meg pláne, mert elfogyott az esővíz már rég, hanem kútvízzel. És nálunk a kútvíz az nagyon-nagyon vasas, tehát nagyon sok vasat viszek be a növényeknek locsoláskor, úgyhogy ez is nálam nagyon ritkán jelenkezik. De például, aki valamilyen konténerben neveli a paradicsomot a teraszán, annak ez gyakran fog megjelenni, ez a vashiány. Tehát általában ott szokott ez gondot okozni, vagy aki tényleg mondjuk ilyen balkonládákba termel paradicsomot, és mindig mondjuk csapról locsolja. Ott bizony ez a vashiány is elég gyakran előjön. Ez mindig a hajtás csúcsokon jelenik meg. Kálium probléma az meg mindig lent. Ugye a kálium, még egyszer mondom, a levélszél szárad, a vashiánynál pedig a teljes levél, de mindig a friss hajtások is ilyen fehéres, ezüstös lesz. És elérkeztünk a harmadikhoz, na hát ez az, amit ma elkezdek majd, az pedig a magnézium bevitel. Hát erre is figyelnünk kell, ez is szokott problémákat okozni, magnézium hiány. És itt fontos az, amiről az előbb beszéltem, hogy a növény emeletek. Ugyanis általában az elején még bírja magnéziummal a növény. Hú, ez a sok döglöttetű, de undorító. Jöhetne már egy eső? Na mindegy. Szóval körülbelül paradicsomnál, hát körülbelül az 5.-6. ilyen gyümölcs emelet megjelenésekor szoktak jelentkezni magnézium hiány tünetek. Mit jelent a magnézium hiány tünet? Azt jelenti megint csak, hogy a levél elszíneződik. Jellemzően az alsó levelek, tehát az alsó lenti levelek. Hogyha megnéznénk az alsó lenti leveleket ilyenkor, ezt le is csípjük, az alsó lenti leveleket, hogyha megnézzük, a magnézium hiánykor sárgulni szokott a levél. De nem a szélén, mint a kálium hiánykor, vagy nem a hegyén, hanem a teljes felületén sárgul. Tehát középen is. Lényegében vannak ezek a szállító erezet, ugye, a levélben. Na, annak kivételével a teljes levél felület sárgul az elején. Csak az erek lesznek ilyen sötét zöldek, minden más így elkezd sárgulni. Na, ez jellemzően magnézium hiány okozza. Magnézium és a vas egyébként, amiről már említettem, mind a kettő alap pillére vagy alapköve a fotoszintézisnek. Tehát attól olyan erősen zöldek a levelek, mert vas magnézium segítségével ugye klorofil termel a növény.
Mind a kettő hiánya problémát okoz. Na most mondtam, hogy a vasra ugye a kútvíz nekem a megoldás, ez az én részemről ez így rendben is szokott lenni. A kálium hiányra a marhatrágya, na de a magnézium hiánnyal mit kezdjünk? Hát két dolgot tudunk, nálam ez is ritkában jelentkezik, bevallom töredelmesen, de azért szoktam valamennyi magnéziumot bevinni. Ugyanis én felásás előtt, tehát mielőtt a földet előkészítem a növényeknek, mindig szét szoktam szórni a paradicsom és a paprika ágyásokba egy úgynevezett dolomit port. Ez egy üledékes kőzetnek a daráléka, nagyjából a púderhez hasonló, vagy a mézporhoz. Ezt szoktam szétszórni az ágyások felületén, majd a rotokapával alaposan bekapálom. A dolomit por egy teljesen természetes kőzet darálék, amiben körülbelül általában ilyen 12-15% kálcium van, és ugye a kálcium nagyon fontos ezeknek a növényeknek, hiszen már nem tudom hányszor beszéltem a csúcsrothadásról, a hibás sejt kialakulásról, tehát nagyon sok kálciumot be tudunk ezzel vinni, és ugyanakkor a dolomit porba bizony magnézium is van, abból is körülbelül egy olyan jó 10-12% magnézium van benne. És ezért nagyon jó, általában, hogyha ezt bekészítjük a talajba, még ültetés előtt, nem szoktak gondok lenni magnézium hiánnyal és kálcium hiánnyal sem. De ettől függetlenül én azért valamennyit mindig beviszek, ezért van ez a bizonyos levéltrágyázás, amit már mutattam, és ezért van az, hogy a körülbelül harmadik gyümölcs emeletnél elkezdek a szokásos teljes permetezésbe magnéziumot is bekeverni. Nem szabad túlzásba vinni egyiket se. Káliumot is, vasat nem annyira, de magnéziumot is túl lehet adagolni. Tehát van olyan, hogy magnézium vagy kálium túladagolás, mérgezés. Tehát nem szabad ezeket túlzásba vinni, ne hordjuk ki talicskával a rengeteg hamut, meg zsákszámra a magnéziumot, de valamennyit jó bevinni, hiszen minél több gyümölcs emeletet nevel a növény, annál nagyobb lesz a szükséglete. Tudni kell, hogy a növények által felvett magnéziumnak minimum a fele, az a gyümölcsökbe megy bele. A többi része pedig ugye a levelekbe, ebből alakul ki a klorofil, amivel fotoszintetizál. Na, megmutatnám, hogy hogyan módosítom körülbelül így a harmadik emeletnél azt a bizonyos teljes permetezést, amit ezelőtt egy évvel már bemutattam. Na, mutatom. No kérem, hát akkor megmutatom a boszorkány konyha utolsó elemét. Azért utolsó eleme, ide nem is lesz több ilyen kutyolós videó, mert most már eljutottunk a teljes repertoárhoz, ennyit használok, semmi többet. Először is idehoztam azért megmutatni azt a bizonyos dolomit port, ezt hívják dolomit pornak, kálcium és magnézium keveréke, egy majdnem teljesen fehér por van benne, nagyon-nagyon finom por. Ez egy kőzet, egy üledékes kőzet, mézkőzet, amiben ebben most különösen sok a kálcium, de általában ennél kevesebb szokott lenni. Tehát ebben most például 35% kálcium van, és 19,67% magnézium, de persze ez kálciumoxid és magnéziumoxid, tehát ennek egy része ugye oxigén, tehát amit mondtam, az körülbelül igaz, ilyen 12-14% tiszta magnézium van benne, úgymond, és körülbelül, hát ebben kicsit több, mondjuk olyan 20%-nyi kálcium. Na, ezt szoktam télen kitenni, és akkor nem szokott lenni se magnézium hiány, se kálcium hiány. Kivéve még egyszer mondom, ilyen nagyon hirtelen időjárás változáskor azért használom azt a bizonyos levéltrágyát, amit mutattam. Na viszont emellett ugye használom a paradicsomos permetezést azért, hogy megelőzzem a paradicsomvészt, ami hát ugye nevezhetnénk burgonyavésznek is, vagy rengetegféle növény támad, gombás betegség. A teljes permetezést azt mindig úgy csinálom meg, hogy egy a háromhoz, tehát veszek egy ilyen 2 literes permetező, fél liter tej megy bele, másfél liter víz. Bolti tej, teljesen jó, azt hordom ki. Még egyszer mondom, szerintem abszolút nem a zsírtartalom számít, hanem az, hogy a tej az, amikor besavanyodik, akkor olyan kémhatást alakít ki, amit nem bírnak a gombák.
a növényem. Na és ilyenkor, körülbelül a harmadik gyümölcs emelettől, paradicsomon és a paprikán is egyidejűleg, bár azon még nincs három gyümölcs emelet, elkezdek a teljes permetbe bekavarni egy legutolsó készítményt. Ez is egy teljesen, hát, bio használatnál is elfogadott valami. Ez a keserű só. Epsom sónak is hívják, de hívják lényegében magnézium szulfátnak is. Ez magnézium és kénnek a keveréke lényegében. Emberek is fogyasztják, tehát emberi fogyasztásra alkalmas. Van, aki fürdőzésre használja, van, aki belsőleg használja. Patikában is lehet kapni. Nem érdemes patikából megvenni kerti használatra, mert ugye hát szezon végéig elég sok fogy el, és nincs szükségünk patika tisztaságúra. Növényvédő szereket áruló boltokban is megvásárolható ez a keserűsó. És ebből szoktam egy 1,5%-os oldatot készíteni. Ez azt jelenti, hogy a 2 literes teljes permetbe bele szoktam keverni, és itt már ki van mérve estére, hát most nem tudok permetezni, mert forróság van, de estére ugye fogok. Ide már elő van készítve 40 g keserűsó. Na most ez a 40 g, ezt úgy csinálom, hogy először a vízzel felkeverem, hogy jól oldódjon fel, egy külön kis edénybe, majd beleöntöm ebbe. Hát lényegében nagyon egyszerű, mert ugye egy 1,5 liter vizet szoktam tenni egy üvegbe, belekeverem a 40 g keserű sót, mikor jó feloldódott, beteszem ebbe. Aztán ráöntöm a 1,5 liter tejet és még 1 liter vizet, tehát így jön ki aztán a 1,5 liter víz, 1,5 liter tej és 40 g magnézium pótlék. És ezt levélpermetként juttatom ki, ugyanis ez egy olyan állapotban levő magnézium, ami nagyon jól felszívódik levélen keresztül is. Tény, hogy a magnézium mindig a gyökerektől a levél irányába terjed, tehát vagy befújjuk a teljes lombozatot, vagy ugye juttathatunk ki magnéziumot a földbe is, hát ezt locsolásra is lehetne használni, csak szerintem úgy pocséklás, ugyanis locsoláskor a legnagyobb része az ugye az elfolyó víz miatt elveszlődik, de ráadásul mivel nagyon jól szállítja a víz, egy eső vagy egy mindennapos locsolás alkalmával elég jól ki tud mosódni. Tehát szerintem sokkal nagyobb a hatásfoka, hogyha levélen keresztül megy be, és akkor, amikor úgy hát 2 hetente le spriccelem ezzel a teljes permettel, hát ha esik az eső és lemosa, akkor mondjuk gyakrabban, akkor adok hozzá így 40 g magnéziumot is, keserűsó formájában, mert hát kell. Az az igazság, hogy kell, hogyha sokat terem, és általában sokat terem, hála a jó égnek. Úgyhogy ezt szerettem volna még megmutatni, és ezzel gyakorlatilag be is fejeződik a kiskertem kémiája. Ez minden, amit használok a kertben. Hát még egyszer elismétlem gyakorlatilag a teljes idei skálát. Ugye ültetéskor gombát jutottam a gyökerekhez, mikorizagombát, ez segít a növényeknek fejlődni. Még ültetés előtt a földbe bekevertem, nem minden növénynek, de paradicsom, paprika ágyásba dolomit, port. Nem szabad ebből se sokat tenni, elronthatja a föld kémhatását, de valamennyit beletettem, indulásnak elég volt, a kalcium meg valószínűleg elég lesz végig. Ezen kívül alkalmazom a teljes permetezést az elején önmagában, aztán körülbelül a harmadik gyümölcsemeletnél teszek bele keserűsót, és végül, de nem utolsó sorban, a mikroelemek miatt főleg, de a kálcium felvétel miatt is, ezt a levél trágyát szoktam alkalmazni a leveleken. Igazából itt is kiegészítésnek annyit mesélek el a múltkori videómhoz képest. Ugye nagyon sokan félreértették és úgy gondolták, hogy az általam mutatott termék, amit ugye kispriccelek a levelekre, hogy abban lesz annyi kálcium, hogy emiatt nem lesz aztán kálcium problémája a növényeknek. Ez nem teljesen igaz. Abban is van kálcium, de nem nagyon sok. Viszont azt tudni kell, hogy a földben nekem van kálcium pontosan emiatt. Csak mondtam, hogy amikor hirtelen meleg jön, hirtelen hideg jön, akadozik az anyagcsere, és ezért nem tudja felvenni a
növény. Tehát olyan nagyon ritkán van, hogy a földben nincs elég kálcium. Nálam legalábbis ilyen nincs. Azért használom azt a levélpermetet, amit legutóbb mutattam. Nevet direkt nem mondok, mert nem akarom reklámozni. Akit érdekel, nézze vissza a múlt heti videót, ott látni fogja. Mert abban vannak olyan mikroelemek, amik segítik felvenni a kálciumot, tehát az anyagcserét. Hát lényegében van egy érdekes dolog, hogy mindenki a makroelemekre koncentrál, de a mikroelemek, a nagyon apró kis mikroelemek, amiket a növény felszed, az befolyásolja a makroelem felvételt is. Tehát azért jó az a komplex levéltáp, mert az segít nekem abban, hogy a földből olyankor is felszívjon a növény, amikor amúgy neki nehezére esne. No, hát ennyi a kisvakont kert vegytana, ennyibe kimerül, ennyi a táp, ennyi, amit beviszek, evel kell boldoguljanak a növények, evel boldogulok én is. Hát aki követi a csatornát, az majd meglátja, hogy ennyivel mit lehet elérni. Ezek közül abszolút minden, amit használok, emberi egészségre egyáltalán nem ártalmas, egyik se kezelhető vegyszerként, 100%-osan natúr termékek. Ez is, még egyszer mondom, akár emberi fogyasztásra is, tehát sokan ezt szedik. Ugye, sokan vannak magnézium hiánnyal küszködnek, egyébként én is néha volt már olyan, hogy szédültem tavaszra, aztán magnéziumot kellett szedjek. Szóval ezek mind olyan dolgok, amiket ajánlani merek. Még talán annyit, hogyha vashiányra visszatérve, aki cserébe, konténerbe nevel paradicsomot, paprikát, és előlép a vashiány, tehát a csúcsi részen sárgul a hajtás, esetleg elszíneződik már a végén ilyen fehéresnek, mit tehet? Hát ott annyit tudok esetleg ajánlani, hogy menjen el a boltba, ugye, hogyha nincs honnan szerezzen most vastápot, az elég nehéz hirtelen vasat bevinni, főleg akinek, mondom, nincs rendszeresen, hogy kútvízről locsoljon. Menjen el a boltba, és keressen valamilyen natúr készítményt, amit citrusok részére készítettek. Tehát citromfa tápot vegyen a boltba, és azzal locsolja be a paradicsomja, paprikája, vagy ami éppen elkezdett vashiányos lenni földjét, ugyanis a citrusfélék azok iszonyat nagy vasigényes növények, és ezért a citrus tápokba iszonyat mennyiségű vas van. Úgyhogy azzal egy ilyen hirtelen nagy segítséget tudnak nyújtani a növényüknek, ha fellépne az ilyen dolog. Tehát ez még egyszer mondom, főleg szabad földben ritkábban, de főleg akik konténerben nevelnek, ott megtörténhet, és ott azzal tudnának esetleg hirtelen nagy mennyiségű vasat bevinni. Ott sem önmagában, más tápokkal egyetemben, ami egyébként jót fog tenni a vashiányos növénynek. Hát ennyi lett volna, kicsit hosszúra sikeredett. Köszönöm szépen a figyelmet, egy kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Aki szeretné támogatni a csatornát, a csatorna a videó alatt a csatlakozás gomb megnyomásával a részleteket is megtudhatja. Akik már támogatják, azoknak szívemből köszönöm. Viszlát! Thank you.